Üdvözlök mindenkit, Katamori vagyok, ez pedig az Bánik a Fájzek. Előjáróban elmondanám, hogy amit a szalható újra azon a régi hangminőségen beszélek, mint korábban, ugyanis az új felhallgatóban elbaszolott a mikrofon, és olyan szerencsétlen szituáció alakult, hogy most egyszerre kell használnom az új felhallgatómat a hang miatt, és a régit a mikrofon miatt. Mindegy, a kihívásra adtam én mehetnek. Vissza a Bitforeverhoz. Jelenem, ezt nem is csináltam, mert csak annyi videót csináltam róla, egy sem sikerült, a faszomat mána. Szóval az a lényeg, hogy itt ebben a csendről megkapjuk így ezt az óriás méretű négyes, négy darabból álló meatballt. Ez ilyen platina, platinum deluxe kiszerelés. És ez nagyon nagy segítség, tehát azt megtapasztaltam úgy kb. Ugye a három próbálkozásom során, meg amit még régen előtte kivittem. De a helyzet az, hogy az már geci régen volt, és amikor éreztem magam kivittem, azóta nem is igazán iszekeztem egy videón kívül, és alapból életemét sem láttam, hogy minek játszok ez a játék, már nem veszem fel, mert már igazából annyi mindent elértem benne. És lenne egy lyukas garasom arra is, hogy valahogy így csinálja Northern Lion is. Tehát neki ez mégis jobb napra nézettsége, hogy nem hiszem, hogy unasod. Na, nagyszerű, last. A bombát ellenbizt... És csak elvittem, na mindegy. Legalább visszakaptam. És egy bad tripet is kaptam hozzá. Van mondjuk azért egy ilyen fertőzött ribanc, nem tudom, amit kaphattam, mit vághattam volna. Mindegy, szóval nem igazán nézem, hogy Northern Lionnak nagyon sok ideje lenne Binding of Isaac ez videón kívül. És őt azt hiszem, hogy 300 videó után egyáltalán kedve lenne még videón kívül tolni ezt a játékot, mert ő még annál is többet tegyett, mint én. Mondjuk nem csak az Icehead-ben, hanem úgy videózás terén is. Mindegy. Szerintem megérdemli. Most abban nem érzem annyira aktívan. De még egyszer láttam egy olyan Binding of Isaac videós, tehát nem ő az egyetlen. Akit azt hittem, hogy egyszerűen csak ellopja a Northern Lion videóit, mert annyira hasonlított a hangjuk. A nagyszerű kula, azt persze nem eszi meg. Válogatós, nem mondjuk nem vegetáriánus, jól van. A kula az véletlen vegetáriánus kaja. Amikor nem magyarázna, hogy miért hívják szarnak azt a sok aját, mint a vegetáriánusok esznek. Nem, most lehet, hogy szar vicc volt, de nem rögtem el legalább. És akkor itt kell azt csinálni, hogy egyszerűen nem hagyjuk rohangászni, vagy amit most csinál, hanem egyszerűen csak beállok ide, és akkor szépen megzaválja. Csak mert most éppen rohangászik. Ajaj, a suma verzió ellen viszont tökéletesen működik. Már mondjuk ez sem volt nagyon nagy. És itt is ne kapom mit bajt, értitek? Még egyszer. Nagyszerű. Ezt az élet kezdem megszeretni. Talán már tettem el említést korábban, de nem tudom, nem is emlékszem. Összítő szóval mindegy, nagyon azt, hogy kezdem megszeretni. Még mindig azt mondom, hogy túlságosan hasonlít a Sacrificiára. Ugye a Basementnek a zenéjére. Meg az a címe. Az lesz a vicces különben, hogyha ezt a második mindbort is ki tudom rakni ilyen sétáló verzióba. Végül is csak három lovas kell hozzá. És igen, most csak azért maradtunk itt, hogy eldudoljam. Nagyszerű, most pont azt a szart nem tudom megvenni. Fenne vigye el. De akkor megkockáztatom, hogy megint megkapom azt a királynős sapkát, vagy mi az? Ez a kis királyos sapkát, amit kaptam. És beszarok! Csontról ugyanazt a két boss kaptam, mint a sikertelen próbálkozás során. Ugye a sikertelen próbálkozásokat azokat csak úgy feltöltöm, de nem szoktam playlistbe szedni, és nem is tervezem, mert azok csak simán sikertelen próbálkozások. Abban is majd delirumot is kaptam. Na, egy ilyen tablettás szar. Friends till the end. Bad trip.
Még egy ilyen retardált fej. Ott már a haja is kiáll. Lol. Meg még egyszer a Friends Till the End. Ó. Oh. A szög, vagy a parazita. Na, hát kérem. Állítólag a szög az valami jó képesség. Tehát ezt nagyon megmondták, hogy miért hagytam ott. Valamelyik régebbi epizódban. De én nem is emlékszem tényleg, és most nem, nincs elég szívem arra, hogy megvegyem mind a kettőt. És nem fogok két szívet elbaszni arra, hogy esetleg ez egy rossz képesség. Tehát maradok a parazitánál. A rutinomban azért még megbízok, értitek? És most nem ártam megkeresni a maradék 5 centet. Mert most azért... Azért csak 5 hiányzik hozzá, és az nem sok. Na, már csak 4 hiányzik. Na. Király. Pont van 2 bomba marad, hogy ezt megnézem. Hát van abban is pénz. Ha még egy ládra, akkor nem tudom, mit csinálok. Az igen, na. Nagyszerű. 15, mehetünk is vissza. Másik szobát le is szorom már teljes mértékben. Igen, meg itt azért csináltam, lehet anyázni. Hülyeskedtem egy-két sort. Én nem tudom, hogy ennek a táskának mennyi értelme van egy olyan, mert nincsen trinketem, de később majd lehet még. Emlékeztek, mennyi trinketet szoktam úton útfélen hátrahagyni. Azt anyád picsiált a katakombádba, abba. És a legyek sem segítettek sokat, ha jól látom. Akkor induljunk el valamerre, azt meglátjuk, hogy hol benyol, hol kötök ki. Na, ezeket megzabálja legalább, jaj de jó! Na, csak ezek is engem majd, amikor szétválnak, szóval... Kicsi profibak azért a Larry Juniornál. Elnézést a köhögésért. Aj, mi a... Hó, oh, wow, ez hogy megkerülnek ezek a lövések, lol? Ajaj, ez nem fog megkerülni. Na, nagyszerű. Kölcsönkönyve visszajár, vagy mi? Tehát ez a nem buszod meg feeling, tudjátok. Na, mondjuk ezt sem úsztam meg. Hát ők se úszták meg, nagyszerű. De boss, na, erre lenne a boss. Itt most nem lesz boss. Ha, oh, de vicces vagyok, lol! Na, mindegy. Hát fel tudom ott menni. Igen. 2 bombáért 3-at. Az elvégül is működik, figyeltek. Ennyi, kész. Nagyszerű. Amire ennek is a végére érek, de utálom az ilyen szobákat, komolyan mondom. Ez meg aztán főleg. De nem, ez ilyen... Tehát ez ilyen bal szerencse, babona, karma. Hát, hogy nem karma, babona, simán csak. Arra gondoltam, hogy rossz szintet kaptam úgy konkrétan. De szobát mondtam, és hát a végén a szoba is rossz lett. Erre mondják, hogy festi az ördögöt a falra. Na, neked is ott aztán anyád édes picsáját azt. Hát nem igaz. Nem is vettem észre, hogy ott így sutyomba megkülült, a zsidó mindenit hát. Na, az is ott, mondjuk nem olyan sutyomba. Hó, akkor megint azt hittem, hogy én vagyok a Meat Boy, mert csak a mozgást figyeltem a szememmel. Neked a szennyeket csekkoltam. Hát azért is sajnálom, hogy a videó, amit először vettem a kihívásról, az néma volt. És nem volt néma, csak nem volt hagyta a hangom. Mert abban felvettem a játékban előforduló harmadik. Vagy nem, hát ezzel együtt a negyedik
Super Meat Boy referenciás képes értem, ugye a Super Assembly van, amit ezzel lehet állokolni, van a Meat Boy, van a kétféle fétusz, vegyük egynek, nem, akkor öt van, van a Super Assembly van, amitől bepirosodok, van még mi is, azért kiszabadította magát is szépen. Szóval van a Super SMB fan, van a Shuma Meat Boy, alapból benne is volt a játékban. Van a Dr. Fetus in the Jar, van az Epic Fetus, az 4 és van a Bandage, vagy a Bandage Girl, nem tudom. Amitől ilyen kis masni lesz a fejre, és egyébként az tényleg egy olyan kötszer. Tehát mint a, ami a Bandage Girlnek a nevét is annyi, amit a Super Meat Boyban is fel kell szedni, hogy állókold a karaktereket. És egy az egyben olyan hangot is ott ki, amikor felvesztük. Baszik, ez a játék egyszer jó, tényleg. Ilyenektől is csak jobb lesz. Azából jobb-e a Super Meat Boynál? Az egy nagyon fogós kérdés, mert a Super Meat Boynál a tartalom az sokkal több content, de mégiscsak egyszer lehet kipolni. Ellensúlyozó viszont az, hogy van benne egy üzemmény tartalom. Binding of Isaacben nincsen sajnos, és abban a dolog nagyjából egyformák, de random generálódik az egész, tehát nincs két egyforma játék. Szerintem vegyük a két játékot egyformán a döntetlenek. Egyébként is nem véletlen, hogy ez a két legkiresebb játék, amelyek mi lennek. Csak azt nem szoktam megérteni, mint a büdös Grimmarkot, hogy hogyan lehet az, hogy valaki a Super Meat Boy nem szedi, de a Binding of Isaac-et igen? Elképzelni nem tudom, mert igazából mind a két játékban van nehézség. Most azért, mert a Super Meat Boy a híresen nehéz, attól még a Binding of Isaac-kel is lehet szopni ugyanannyit, ha nem többet akár. Hát hogy mondjam, hát hány szint van, mire jutsz a basementből a The End-be? Hülye vagyok, bazdmeg már, mit is Minecraft? Nem, amúgy nem. Nem, a befejezésre gondoltam, azért mondtam The End-et. Már végülis úgyis a The End-ig kell lejutni. Szóval a basementből befejezésig azért mennyi? Hát van ott a basement kétszer, vagy a cellar. Van a Catacombs, vagy a Case kétszer, és most az XL párt is kettőnek vesszük, mert van akkor a bőven, hogy így kétszer annyi időt eltöltesz, mint egy sima fejezeten, pályán. Akkor ott van a Death vagy a Necropolis kétszer, az már 6 pálya. Ott a Vomb vagy az Utero kétszer. Ott van a Katedrál egyszer, és ott van a Chest. Az 8 kibaszott pálya, és nem könnyűek. Főleg a végén. Tehát azért szerintem, hogy sehol a Katedrál Chest azok vannak akkorák, mint az XL pályák máshol. Na jó, akkora nincsen. Nem is tudom, de van ilyen variálás, hogy a pálya nagyobb, de kettő van belőle. Igen, amikor azt hiszem a Curse of the Labyrinth, amikor a... Vagy nem tudom, az XL? A faszom is, állandóan összekeverem. Tudom, van egy olyan átok, hogy talán a Curse of the... Nem a Curse of the Labyrinth, hanem... Van egy olyan átok, határozottan emlékszem rá, tudom, hogy... Hogy basementen kapsz egy cave szintű mapot, meg ilyenek, tehát hogy a fölötte lévő szint nagyságában megegyező méretű pályát kapsz. És nem tudom, hogy melyik az, most elfelejtettem. És akkor nem írja ki azt, hogy XL, de lesz kettő olyan. Csak egy nagyobbat kapsz, az cső. Vagy ott is csak egyet kapsz, nem tudom. Az a baj, hogy mire ezt a videót felrakom, már is felejtem, hogy én ezen vitatkoztam egyáltalán. Oh! Na most olyan gyorsan felvettem, hogy ki sem tudtam mondani egy aranykulcs, úgyhogy most nem is fogok énekelni. Ilyen az, hogy inzert aranykulcs van kia. Te képzeljétek ide az aranykulcsodat. Á, faszomat. Most vissza is fogok menni ott a szívig. Igen, mondom. Sőt, várjál, hogy meg is én elnézni a bosszig. Nem a bosszig, hanem az item roomig. Jó, legyen, addig hát abban is gyűjtöm a 15-öt. 15 penit. Hát, ha találok egy pár lezárt chestet végre, azt meg is hozom a kulcsnak, tehát. Mégis csak az utolsó szobába kaptam meg, utolsó ölti szobába. Na és még több pénzt, csak nem viszni kell, látjátok? Egyéni. Már 12, már csak 3 kell. Mondjuk azért le a kalapol annak, aki egy ekkora pályán megtalálja mondjuk a titkos szobát, ami általában a pénz legfontosabb forrása. Hát a valóságban is egyébként. Gondoltok a South Parkban a zsidó aranyra. Még az nem szobal, csak simán titkos.
kettő. És itt is láttam pénz különben. És most, és pont is van annyi, nagyszerű. Ezért megéri kicsit megzabáltatni, megetetni Meatboyt a rossz szörnyekkel. Tényleg kéne egy ilyen direkt crossover, tehát Super Meat Boy Ice grafikával, vagy Binding of Isaac Meat Boy grafikával. Hát mondjuk azért előbb is nem, és utóbb is nem tudom elképzelni, tehát ez a játék ezzel a grafikával néz csak jól. Nagyon mondjuk Macmillan még csinál egy ilyen retro remake-et neki, de azt én nem támogatom, mert ott az eléggé úgy csinálja, hogy csak simán elpixelesíti, tehát nem pixelartosítja, hanem csak pixelesíti, alacsony felbontásúra csinálja, és nem látom értelmét. Persze azt még játszani fogok azzal is. És azt az, hogy szedjem fel? Hogy a mókus kurva anyádba szedjem azt, hogy én fel? Aj, ne vár! Faszom! Nem ide vártam volna azért. Kibaszott Tixel pályára. Belesétált? Úgy belesétált! Ott hogy nem találta, azt is kérdezzétek különben. Nem is merek beállni abba az irányba, hogy vele szembe legyek. Meg is zabálja. Úgy mi. Azt a geci, mennyi pénz. A nap. Az jól fog jönni később. Tehát akkor fog jól jönni, hogyha még egyszer beszapom a faszom eltalált. Szóval az akkor fog jól járni. Ó, és vissza is kaptam, király! Az akkor fog jól járni, kimondom. Akkor fog jól járni ezzel a szánkártyával, hogyha még egyszer beszapom azt, hogy Utero X-et vagy Bomb X-et kapok. Legyőztem Butert. Mekkor szivatásolni van egyébként, hogyha egy realisztikussá tennék a játékot, és néha újra felbukkannának a szobákban a szörnyek. És nem tudnád, hogy mikor. Látlan vissza, és mi az Isten, honnan került ez elő, és akkor remélem, hogy a tanácsos életed így fel alá rohangászni a pályán. Akkor mondjuk lehet, hogy végleg át is állnék a Norton Lion stílusára. Hogy ezt a szobát csináljuk meg először. Jó, hogy itt két boss lesz, el is lejtettem, a szopjatok már ki. Nem igaz. Na, mondjuk lehet, hogy nem is lesz olyan nehéz. Én kis szövetségesemmel. Ez fura, ez nem champion, és mégiscsak ugrál. De nem csak ugrál. Ugye azt a két képességet használja még így is. Na, egy fene. Na. Na most nem ugorjál. Most ugorni lesz, akkor mérges leszek. Egy pillanat. Probléma fixálva, folytathatjuk akkor a játékot. Ennyi. Ó, király, az egész jól is jártam. Steel Sap és még két. Mondjuk azt nem értem, hogy ez a képesség, ez miért jár két kék szív? Mi a logikája? Aj, de haló. Hát sima telepen nem lesz olyan nagyon nehéz szétverni őket, az biztos. Hát ennyi bomba. Á, elé ment, jó van. Ezt még én is el tudom baszni, gyerekek. Na mindegy. Alapvetően még itt sem nehéz. Ennyi. Hát boszki, néhol egy szobával több időt töltöttem, mint itt az egész basszal. Nagyszerű Necropolis. Ajaj, ez már jól indul. A méreg testvérekkel. A mérges családdal. Hú, most nem elmentem a tüskébe megint. Fenn a felelőtlen fajtámat. Jaj, meszka fívelek. Hát két szív meg minden, de és kettem volna csak minden, de akkor is, hát. Hát egység, már is vették az egyik szívemet. Sőt, már majdnem a másikat is. Na, fene. Ez mit csinál? Lock up. Ajaj, ez így necces lesz, a fenés bombám sincsen.
Ott van bezzeg! Aj, miért nem tudja átrakni a ki... És még egy time is van a kurva életbe! Jó, figyelj, kész, a kártya kell, fel kell használnom. Most muszáj volt egyszerűen. És most visszakapnám akkor. Hát hol nem visszakaptam, figyeljetek. Ha, és már megint ez nagyszerű. Nem is tudom, mit mondani hirtelen. Jár az agyam, mint a kacsa seki. Hogy mondani szokták ki viccesen. Ajaj, na megint ez. Ezek. Itt azt nem is láttam még olyat, hogy így... Itt azt nem is történt még olyan, hogy totál csapdába kerültem volna. Az meg ott ott állt és hozzá se ért. Nagyszerű. Ah, jó van, nagyszerű, ez aztán sokra megyek. Igen. Se bomba, se életemes képesség. Hát akkor innen eltakarodunk, villámgyors. Villámgyorsan. Bombák nélkül, benzin nélkül. Úgy is lesz pénzem még egy szobára. Na, a mini blastociszt. És tulajdonképpen ennyi is volna. Na, a háború. Már megint. Az Z-bombaival ellennék. Mert úgy értem, hogy itt ezt a megjelölt követ mégiscsak kiengedné nekem. Na, akkor egyetlen, akkor most pekes vagyok, most nem lesznek bombáim a megjelölt követhez. Na, gyerünk, gyerünk, vegyük szét, vegyük szét. Ugye vicces az, hogy a Meatboy nem sokkal kisebb, mint ez a boss. Méretre, látjátok? És ennek a feje nagyobb, nem az izmai vagy akármi, a táske. Ó, és még egy Meatboy. Hát, wow. Hát csak egy ilyen boss kell, és már sétálni is fog, és két kicsi szövetségesem lesz. Az így be is baszna mondjuk. Hát, lász és ima death. Akkor már használom is a kártyámat. Oh. Ja, a poncsójába indultam el, hála Istennek. Benézek a boltba is természetesen azért. Hát, nem messze a kapzsi. Megnézném azt azért, hogy egy átlés során kettő vagy több lakalommal is átbaszás lesz a bolt. Mert egyszer biztosan. Azt hiszem, nem is láttam, hogy olyat, hogy legalább egyszer ne lett volna ott a kapzsi. Mert azért úgy ennél több száz kicsi geciség lenne. Meg is lepődnék rajta nagyon. Ajaj, már megint a kedvenceim. Egyik annak is kurt, és pont a gyengébbik. Gyengébbik fajta kedvencem. Az ősébbet úgyis megzabálja a Meatboy. Aj, nem hábazd meg, most szórakoztak velem? Nem, még itt a Meatboy is, a kis Meatboy is. Ha van kis Meatboy, olyan nagy Meatboy. Olyan nap vagyunk, mint Steven. Vagy mint Gemini. Lol. Na. Térkép. Megvesszük. Tabletta nem is emlékszem mit csinál, úgyhogy most azt is. Ja, Franz Tilliant, azért megéri. De várjál! A fegyekéket vettem, akkor miért a citrom narancsot kaptam meg? Nem fenne se érti ezt így. Na mindegy. Azt a megjelölt követ azt széttöröm, tehát remélem, hogy tehát bármi lehet benne értitek. Hát ebben nem lesz po... Ah! Anyád picsája! Majd nevezel szedek egy bombát és így elbaszod nekem! Na hát... A szövetséges hátrányai. Szövetségesek hátrányai. Így, mehetünk is. Két penny, jó van, akkor én már nem fogok iszalozni nagyon sokat. Na, ezek meg az előnyei, tehát világgyorsan végig megy az összes veserakáson. Igen, ez egy általam kitalált becenév kifejezés, veserakás. Na, még egy Franz Tilliant, wow. Nem! Ja de akkor mi volt más a színe? Ezt nem értem. Mikor felemelte, akkor is kék-fehér volt.
Kézben meg nem. Oké, még retardáltabb leszek tőle. És akkor ennyi igazából. Jó gyorsan le is tudtam, már 25 perc is itt vagyunk Mutárbossnál. Nem rossz az. És már van bomba, de még egyszer már nem megyek odáig vissza. Annyi szemér azért. Na, gyerünk. Aj. Nem is tudom, mit mondani hozzá hirtelen. Oda sem most hiába megy, mert mire odaérne, már így fel is emelje a lábát, aztán. Meg már el se indul. Én pont oda állt a lábra. Ezek a szarok felfogják. Nem tudom ennyi gyorsan kijönni őket, mielőtt visszahúzódik. Úgy, mi azt mondom, hogy mikor dugja ki a kezét. Most majdnem oda álltam egyébként alá. Úgyhogy ez szoros volt. Kicsi sokáig tart. Lehet, hogy pont van eltalálva, hogy mekkora a boss. Ott azt kiküldtünk be kettőt. Faszomat ez ebbe a bogyóköpködés gecikbe már. Azt éreztem! Azt nagyon éreztem! Azt fogja csinálni. Hú, majdnem meg is haltam különben. Nem sokon mulattam. Egy HP up, meg egy kis plusz szívecske, meg a Polaroid persze. Úgyhogy akkor így megyünk tovább. Sehol-ba. És ez most X-el lesz, megint sokáig tölt. És pont nem hoztam magammal egyik kártyát sem, rohadjak meg. Bocs a földcsögésért, elfölött a piám. Istenem, mekkora lesz már, félek előre, bazd meg. Ja, tényleg megvettem a térképet, nem is kellett volna használnom. Jó van. Ja, csak nem jelzik, hogy merre... Ó, baszodjál meg, nem jelzik, hogy merre van a bassz. Csak azt, hogy... Hogyan vannak a szobák. Már megint el... Jó van, ez én hibám volt. Oké, öt ilyen... kukac. Nem olyan nagyon nehéz. Szerencsére, de mozduljál már, te geci, hát most már... Most már nem beavarom, hogy a játék. Hát két találtól kapok és meghalok. Nem most én álltam meg, mert kicsit rendezkednem kellett. Úgy. Bomba újra, de most nem baszom el. Most szépen itt maradsz. Nem ott. Itt. Lebaszom ide és most elmegyünk innen, kész. Azt, hogy mi lesz ott, azt nem tudom. Oh. Na, ezt nem jártam olyan rosszul, legalább egy ilyen ingyenes bomba. És egy alternatíva bombára. Kb. Ingyenesen. Én nem erre lesz a boss, de örülnék neki azért. Ajaj. Ez alapból egy ilyen... Ajaj, ez csapda... Igen. Ezt így éreztem, hogy nem lesz elkerülhető. Á! Azt a rohadt baj, megint majdnem belementem. Nem. Kezdenek kibaszni velem ezek a kis gecik. A Eternal Heart. A Skybe itt felfogásnak lesz jó. Tehát, hogy felfogja a lövést. Pénz és bomba. Bomba egyenlő sárga. Hát az élménykedjük, hogy megmarad az. Tehát nem sérülök meg. Ajaj! Na ezt szinte baszhatjuk is kb. Innen. Jó, nem. Az úgy jó. Az úgy nagyon jó volt. Az nagyon jól jött. Jó, de örülök neki. El nem tudjátok képzelni. És még szép is volt, értitek? Na, ott egy ilyen könyves bolt. Ja, vagy a könyvtár. Csak is a könyvtár, nem bolt.
A kulcsos ajtóról állandóan arra asszociálok, hogy bolt. A térkép ki is jelzi. Fránya megszokások. Na, tisztítsuk úgy. Ez a szobát is tisztítsa. Jó, egyik sem megyek sokra. Hát még a kulcsokkal sem, úgyhogy nincs nagy veszteség. Na és most itt a boss merre lehet? Ez egyetlen tippem, hogy erre van. Úgyhogy le is vágok erre. Így. Nem akartam kiülni, mert akkor többet kéne harcolni, és a több harc az több kockázat arra, hogy elvesztem a szíveket. Jó volna ezt azért Eternal hátot így beizélni teljesre. Gondolkodok azon egyébként, hogy nem lenne szerencsésebb a játékos számára, hogyha a két Eternal hát begyűjtése helyett egyszerűen valahogy megpróbálja szeparálni. Mert ugye két darab fél szív, fél ilyen fehér szív az azt jelenti, hogy összesen 2 plusz egészet kapsz. Helyet. Nem csak magát a szívot, hanem a helyet kapod meg. Ugye arról szól az Eternal Heart. De ugye felveszel 2-t, akkor azonnal megkapod a plusz helyet. De jobb aján, hogyha később kapnál meg, de akkor nem egyet, hanem 2-t. Csak nem lehet ezeket szeparálni ugye, mert ha egy pályán van 2 Eternal Heart, akkor nem tudom csinálni azt, hogy később vett fel a másikat, mert csak a következő pályán tudod felvenni. Ha lenne, tudnál felvenni még egy felet. Ajaj! Nem, vagy legalább pont most kaptam bombát. Ideje volt. És nem ott van a boss, hát megáll az eszem. De egy utassunk fel minden racionálisnak tűnő helyet. Ja, persze, hát bossból 2 van XL pályákon. Tehát akkor most megint erre vissza. Ez végig ott a bal felső sorokba kellett volna mennem. Hát akkor most ez van. De lehet, hogy legnagyobb útvonalon fogok odaig elmenni. És nincs angyal, nagyszerű. Mondjuk meg is lepett, hogy mi a fasz keresnek angyalok itt a méhben. Eltalán a katedrálon tudom, mi a fasz keresnek. Ugyanaz, hogy a katedrálban mit keresnek a gonosz lények, az már másik. Érdekes kérdés. Na? Úgy nyíni. Oké, ebben mi lesz? Á, semmi, csak a szokásos. Ahaj, nem áll, de utálom ezeket a rohadt. Legalább nem robbanósak. Legalább nem robbanósak. Csak így azért ötöt elég nehéz kerülgetni, mert bármikor ide, látjátok, elindulhatnak. Ide jöhetnek. És pont a kis színes maradt meg. Hát csak egy fehér kéne, és akkor ugye magyar zászlót ki lehetne rakni belőle. Valaki egyszer írta nézve, hogy pörsönéseken már megcsináltuk. Volt egy piros, egy sima pörsönés, sétáló. Egy sétáló pókháló pörsönés, a fehér, meg volt egy bomba pörsönés. Ugye a zöld. Mérges. Mondjuk hát azért mérges, miért lesz tőle mérges? Hogy az ott van, mert nagy károkat tud okozni. És megvan még az Eternal Heart-om, hát ez kész csoda, gyerekek. Viszont a régi rekordomat nem tudtam megdönteni, meg mind most 34 percet tartunk is. Nem, lehet többen lesz rekord, mert megcsinálom 35 perc alatt. A van bossig. Olyat nem is csináltam, egy alkalommal sem. Tehát nem emlékszem, hogy 25-30 perc körüli időben jutottam el odáig. Az egy gyönyörű találat volt. Igen. Ennek a képességnek használt is veszem. Azt hiszem, régen nem is szerettem annyira. Nem az a macskának a fejét nem szerettem. Pedig amúgy cicapárti vagyok, tudjátok? Olyan édesek! De egyszerűen az a képesség, ami használhatatlan a játékban. Oh. Skolex. Nagyszerű. Kint már elintéztem. Ja, ezért csak a forgat lehet lenni, ez a probléma. Már most már kapott.
És akkor ezután jön majd a Itlix. Oké. Okay. Ajaj, óvatosan. Hát mondjuk hova lő ez? Kilövi a pályából. Most szerencsé az, hogy ez ugrás közben nem lő, mint a pin. Annak az a nagy képessége van. Hát amúgy meg sebezhető teljesen. Na most ott azon nagyon, nagyon kockáztattam az épségemet. Várjál, tudjam, hogy akár, de nem is kell mehetenni a hátlék, mert nem lesz egyáltalán több pálya. Esetleg a... Akkor, hogyha találni még egyetlen a hártat, akkor kellett volna megtartanom, de hát nem. Nem találtam. És nem is fogom ezért átkutatni ezt a 20-30 szobát. Meg tudjátok érteni szerintem. Úgy. Készen van. Na tessék, adtam is egy ilyen HP upgrade-et. Pont itt visszelőtt. Aj, ne, csak add, ne utálom! Fúj! Mocsok, szar, geci ellenfél az az óriás szem. Szavakkal nem tudom leírni, ennyire utálom. Húcsot meg a faszom nem veszi ott azt fel. És meg fogok halni. Itt fogok meghalni, hát akkor viszont hogy fasz kapok, az biztos. Na, ezt fel kéne ott venni. Csak a bomba is. Úgy mi. Nem tudok olyan módon lőni, hogy leblokkoljam a magzatot, a szívet, vagy mi az? Hát inkább magzat, mint szív. És a bombákat sem tudom normálisan felhasználni. Na, Larry ellen talán. Igen, Larry ellen jól bevált. Ezt lényegesen felgyorsítottam. Na most... Azt nem hiszem, hogy én sehol tovább megyek. Mert... Semmi kedvem végig szenvedni a sátánnal is. Ugyanezt a szart. Úgyhogy... És azt nem igaz már, de utálom. Na, hadd legalább egy szívet adott! Adott a legkevesebb kicsi, álltom, kitépem a szívet és megeszem meg neked. Kicsi, mint a Bloodban, tudjátok. Hát mert nem tudja, az meg... Meg tudni a játéktörténelmet. Majd úgyis mesélek fel, meg talán lesz végigjátszás is róla. De szerintem most mindenképpen kell majd emulátor, és nem a DOSBox, hanem valami normálisabb. Egy ilyen swordsport. Már tekintettel arra, hogy út nekem 3D engine-t használ, vélhetően van. Mert azért változ a feldisznomá, hogyha pont a Duke Nukem 3D, ez nincsen swordsport. Érted, a Doomhoz csináltak 70-et. Egyszerű, azért félelem nélkül nem úszhattam volna meg. Hogy kicsit gyorsul benne a tempó. Már csak simán legyek itt már, igen, itt már jön. Na, gyerünk. És ott már mit vagy zabálja, az a legjobb benne. Ajj, de a zombikat is. Ó, faszomat a zombikba. Akkor még kerülgessem is, érted? Mert vagy a zombiknak megyek neki, vagy a robbanásnak. Vagy a mi az annak a... Véres gecinek. Hát rosszabb esetben a robbanásnak megyek neki, igen. Nagyszerű ez. Ajaj. Na. Áh! Na hát csak ez is megyek sehova. Mennyi esélyem lenne ott nekem, így. Menjünk fel szépen itt ezt. Ennyi. Kiállott, hogyha nem akarsz már ugye végszenvedni. Megkapod az endinget, és ez sem sikerül 40 percen belül. De nem baj, megcsináltuk. Tehát ezt megcsináltuk. Újra ezt nézzük végig. Ja, lehet különben úgy van, vagy úgy van, hogy ha először megcsináltad, akkor van mutarig, és ha másodszor, akkor kell a bombig. Vagy pedig az első ötöt kell megcsinálni anyuik, és a második ötöt a bombig. Mondjuk az a sőt, hogyha a purist kihívást azt majd a végéig kéne vinni. Az a legnehezebb kihívás, úgyhogy az azt szerintem így 50 részen belül nem. Tehát arra gondolva, hogy ott van a purist, nem hiszem, hogy 50 részen belül végeznék.
De ha mégis, akkor csinálok egy külön kiadást. És mivel most ezt nincs időm elmondani annak, akinek tervezem, konkrét a Totónak, ezért most elmondom itt. Ugye, Northern Lion úgy csinálja a videókat, hogy utólag kommentálja, szerintem ez elég nyilvánvaló. Vagy nem tudom, nekem nagyon úgy tűnik, hogy utólag kommentálja a videókat, nem játék közben. Például előre mondja, hogy ez egy jó játék volt, tehát hogy sikeres volt, gyors, és a többi. És arra gondoltam, hogy megcsinálnám azt akár pont ezzel az elbaszott felvétellel, ami mondtam erről a Mitforever-ról, meg fogom csinálni azt, hogy így elküldöm Totónak, vagy akárkinek, akivel szeretnék én videót csinálni. Persze azért azt így alapkövetelek, mint hogy 18 év fölötti legyen. Vagy inkább 16. Nem, 18. És így kommentáljuk a magát a végigjátszást, amit látunk, és a többi. Na, amiről beszélni akarunk. Yes, Skype-on, vagy akármi. Nem, Totónak nincs Skype-ja. A fene megette. Mindegy, megoldjuk. Ez a kommentálásos dolog, ez egész jó ötlet. Nem hiszem, hogy nagyon sok néző lenne rá. Ahhoz képest sok meló lenne, mert rá kell vágni a hangot nem kell rávágni. Bendik el, mert felhasználom a videó képét, és akkor azt is csak kommentálni kell. Ja. Végülis mondja, nagyon sok munka nem lenne vele. Nézettségben nem tudom, milyen lenne rá. Ennyiább azt, hogy majd lesz ilyen Northern Lion style-ban így utólagos kommentálás. Tehát ez ilyen audio kommentár. Tehát a DVD-ken ilyen extra filmekhez. Rendezői kommentár. Vagy nem tudom mi az. Mindegy, olyasmi lenne. Aztán lehet igazából, hogy nem is tudom, az a baj, hogy ahhoz kéne nekem külön is játszani videón kívül. Jó, mindegy, lehet, hogy majd így a videókat így, igen, a korábbi részeket végig fogom kommentálni valakivel. Igen, az egy jó ötlet, hogyha elértem az 50 epizódot, akkor mondjuk Totóval vagy akárki mással így végig visszanézzük a videóimat és így kommentáljuk eseményeket. Ilyet Northern Lion is csinál, csak egyedül a régi videóival. Még kell is tartani egy darabig szerintem, mert 270-80 résznél kezdte ezt a Vintage Isaac sorozatot. Mindegy. Lényeg az, hogy akkor majd jön a következő kihívás, a Spider Boy. És akkor már csak kettő van vissza. Az anyám úristen, wow. Akkor talán meg lesz 50 videón belül. Na. Mindegy, akkor ennyi volt a Binding of Isaac. Katamari voltam, és legközelebb találkozunk. Addig is, sziasztok.